Brumma 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 brum 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 brumma 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 brum brum brum. A Magyar Zsidó Kongresszus ülését ezennel megnyitom. A működési szabályzat tervezete nyílt szavazást javasol a kérdésekben. Ez engem teljes mértékben a párt kongresszusokra emlékeztet. Nem értem világosan azt, éppen ezért, hogy azelőtt lehet tárgyalni bármiféle működési vagy pláne szervezeti szabályzatot, ez a szó ugyanúgy nem merült fel, mielőtt még pontosan tisztáztuk volna azt, hogy ennek az kongresszusnak mi a célkitűzései és pontosan tudatosítva. Ennek a itt nem megjelent zsidó szervezetnek a vezetője egy sajtótájékoztatót hívott össze. Engedjék meg Istenem, hogy ezt ismertessem, csak a sajtó meghívó címét. A cím úgy szól, hogy a mozsi zsidó kongresszusából sem lesz zsidó szalonna. Ahhoz, hogy mi igazából ezt egy kongresszusnak hívjuk, és azért ez a magyar zsidóság történetében úgy vonuljuk be, hogy a harmadik kongresszus, ahhoz meg kéne határozni, hogy mit akar csinálni ez a kongresszus. Abban az esetben látom értelmét ennek a tömörülésnek, hogyha valós sértőket kapunk ahhoz, hogy ténylegesen ezek a szervezetek befolyást tudjanak gyakorolni a magyar zsidó közéletre. Nagyon szeretnék egy félreértést elhozni. Ez a Magyar Zsidó Kongresszus nem azért jött össze, hogy a mazsinsz képviseleti jogosultságának kérdésébe döntsön. Nem azért jött össze, hogy törvényes, legális lehetőséget biztosítson annak érdekében, hogy a mazsinsz megválasztott küldötte és vezetése köréből kivonja a döntési jogosultságot. Ha ez Szabó így értelmezi, nagyon rosszul értelmezi. Kikére magadnak, hogy Barankovics Egyesületnek a képviseleti jogáról vagy jelenlétével kapcsolatban bármilyen kifogásra is érem. Ugyanilyen zsidó szervezet vagyok, mint bárki más az itt ülők között. Maximum politikai más álláspontra helyezkedünk, mint a magyar zsidóságnak a nagy része. Nem hiszem, hogy holnap nyugásra helyéről egy szervezetnek a képviselőcskéje, itt az én jelenlétemet, köszönöm szépen. Javaslok egy új bizottságot, ami csak részben fedi az eddigieket, közéleti és antiszemitizmus elleni bizottság, mint a legfontosabb. Vallási bizottságnak mindenképpen lenni kell. Itt a zsidóságról van szó, tehát nem értem, miért nem lehet. A Kassuth bizottság, vagy kegyeletéhez nem lenne a Kassuthot hozzátenni, az, mert az vallásnak számít? Tehát akkor azok halljanak éljen. Jó, köszönöm. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a kegyeleti helyet inkább tényleg vallásügyi bizottságot hozzunk létre, úgy, ahogy a magyar államban is van olyan, hogy egyház ügyekért felelős államtitkár, akkor legyen itt is vallásügyi bizottság, illetve legyen igazságügyi bizottság, kül- és belpolitikáért felelős bizottság, mert nem elég a nemzetközi bizottság, illetve legyen szociális bizottság. Szerintem lógót is kell választani, és egy szóvívőt is. Hölgyeim és uraim, a Magyar Zsidó Kongresszus mai napi ülését berekeztem.